Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban játszani fogok egy újabb játékot, mert már csináltam tavaly nyáron egy újraolvas átír elégetes videót, és egy ehhez hasonló videót fogok most csinálni, ez pedig a csókhalálházasság, talán így van magyarul? Igen, azt hiszem. Szóval összegyűjtögettem a ti segítségetekkel egy rakás karaktert, mert kértelek titeket Instán is, és YouTube-on is, hogy írjatok nekem karaktereket, ezekből összegyűjtögettem azokat, akiket ismerek is, és a könyveket is olvastam, szóval volt egy-kettő olyan, akit ismerek így messziről, de nem olvastam a könyvet, vagy csak a filmet láttam, és úgy nem éreztem, hogy hitelesen meg tudnám ítélni, hogy a könyvben a karakter milyen. Szóval van 63 karakter, ezt így is már úgy szedtem össze, hogy szanáltam ki belőlük, de itt van szépen kigyűjtve 63 karakter könyvenként. És velük fogok most játszani, tehát kihúzok 3 karaktert, és eldöntöm, hogy ki az, akit megcsókolnék, ki az, akihez hozzámennék, és ki az, akit megadok. Fontos tudni való, mielőtt elkezdem a videót, hogy ezt a játékot úgy fogom játszani, hogy mivel írtatok női és férfi karaktereket is, és nem válogattam ki, hogy akkor most csak férfi karakterekkel fogok játszani, hanem úgy nézem, hogy a karakterek személyisége alapján fogom kiválogatni, hogy ki az, akivel mit akarok csinálni. Tehát nem a nemét és nem a szexualitását fogom nézni, hanem kizárólag a személyiségét, tehát ez alapján játszom most ezt a játékot. Félreértések elkerülése véget. És akkor kezdjük, mert ez a 63 karakter nem fogja kiválogatni magát. Ja. Első körünk. Susan a Narniából. Kihúzok inkább egyszerre 3-at, és akkor nem kell egyesével. Jó. Quentin a Papírvárosokból. Illetőleg... Bélhangos a Gyűrűk urából. Így neveld a sárkányodatból. Hát, Quentinhez hozzámegyek, mert ő egy cuki karakter volt, őt bírtam a Papírvárosokban. És akkor marad Bélhangos és Susan. Az a probléma, hogy Bélhangos az Így neveld a sárkányodat könyvekben eléggé unszimpatikus karakter, tehát a filmekhez képest unszimpatikus. Susan meg szintén a Narnia könyvekben eléggé unszimpatikus. De... Hát na jó, Bélhangos nem akarom megcsokolni, úgyhogy őt megölöm. És akkor megcsokolom Susant. 2, 3. No, akkor itt van Clary a Végzetelekéből, Ginny a Harry Potterből, ez egy lányos kör lesz, és nem vagyok teljesen biztos, hogy ejtem ki, az Útvesztőből. De baj, ez egy könnyű kör, mert minden Végzetelekéje fontól elnézést kérek, de én Clary-t nem bírtam sohasem, úgyhogy őt nyugodt szívvel megölöm. Ginnyhez hozzámegyek, mert ő nagyon bedesz, és ő egy nagyon menő kis csaj. És akkor megcsókolom Minót, mert őt megbírtam, de azért nem annyira. No. Újabb 3. Poseidon a Percy Jacksonból. Az Isten. Ez kezd érdekes lenni. Robert Langdon a Da Vinci Code-ból. Oké. Okay. és Percy a Percy Jacksonból. Ajaj. Na ez most nehezebb lesz, mert az a helyzet, hogy amikor én beleképzelem magam a Percy Jackson univerzumba, az úgy mindig úgy történik, hogy én Poseidon lánya lennék. Tehát Percy tesója, ami itt most kicsit problematikás. De hogyha ettől eltekintünk, akkor egyértelműen hozzámennék Percyhez, ha nem a testvéremként tekintenék rá. Igen, ez így rosszul jött ki ez a kör. Na mindegy, szóval akkor Percyhez hozzámennék. Hát Poseidon megcsokolnám, mert Istenhez nem szabad hozzámenni, mert úgyis megcsap. És Robert Langdon, aki egyébként egy playboy, őt meg elbocsátom az élők közül. Következő kör, sokadik. Egy karakter, két karakter, három karakter. És ha jól látom, ez Annabeth a Percy Jacksonból. Cedric a Harry Potterből, és Evan Walker az Ötödik Hullámból. Hát
Hát... Na jó, Evan Walkert megölöm, mert őt nem bírtam sohasem. Annabeth-hez hozzá megyek, mert ki ne menne hozzá Annabeth-hez, most úgy őszintén, de tényleg. És akkor Cedric marad a csókra. Nem, ez kettő. Ez három. Ó. Greg az én Earl és a lány, aki meg fog halniból. Az ő sorsa azt hiszem eldöntetett. Davis Pickett a teknősök végtelen sorából. Ó, és Harry a Harry Potterből. Hát Greget kinyírom, mert Greg egy... az én Earl és a csaj, aki meg fog halni könyvben, a narrátorunk Greg, és... Hát én őt nagyon nem. Tehát ő egy olyan utálható karakter volt számomra, pedig állítólag vicces volt, csak én nem éreztem annyira viccesnek, és nem, őt kinyírnám nagyon szívesen. Aztán maradt Harry és Davis Pickett. Hát Harry Pottert nem venném el, az biztos. Így Harry Potterrel is hasonlóan vagyok, mint Frodoval, hogy igazából a haverjai nélkül nem élte volna túl. És nem tudom, maradjunk a csóknál, Harrynél. És akkor hozzámegyek Davis Pickett-hez a teknősök végtelen sorából. Bár bevallom, annyira már nem emlékszem a teknősök végtelen sorára, de a Davis Pickett úgy jó parti volt. Egy olyan isten. Zeus a Percy Jacksonból. Septimus herceg a Csillagporból. És... Jon Snow! Havas Jon. Nem a gyűrűk urából. Mi az? Trónok harcából. Hát Jon Snow, mint a kedvenc Trónok harca karakterem. Életem szerelme. Na jó, nem, de... Azért ő volt az első karakter, akit megszerettem, és őt mai napig imádom, bár tény, hogy a sorozat végére kicsit elrontották a karakterét, de nem baj, attól eltekintek, mert most a könyvekről van szó. Szóval Jon Snowhoz hozzámegyek, és nem érdekel, hogy a Fekete Várban van. Zeus-t megcsokolom, már mint mondtam, az istenekhez hozzámenni nem érdemes, megölni meg nem tudom őket, meg nem is akarom annyira, habár Zeus kicsit hiszt is a Percy Jacksonnak, de nem baj, egy csókot kibírok. Septimus herceget meg megölöm, mert igazából ő sosem volt számomra egy túl kedvelhető karakter, meg a Csillagpor könyvben kicsit másabb volt, mint a film, úgyhogy nem fogom sajnálni. Egy, kettő, három. Oké. Okay. Akkor új. Kiesett a kezemből. Oké. Első jelöltünk Aragorn a gyűrűk urából. Második Halvér az Így neveld a sárkányodatból. És a harmadik Véd a Ready Player One-ból. Oké. Okay. Halvért, sajnálom, szegény két, de most meg kell ölnöm. Amúgy bírom a könyvekben, csak azért annyira nagyon így nem, hogy így Aragorn és Vét közül bárki más töljek meg. Aztán az a helyzet, hogy bármennyire is imádom Aragornt, a filmek befolyásolnak, mert a könyvben azért kicsit másabb a karaktere, úgyhogy Aragorn csak megcsókolom, meghagyjuk Arwennek, és hozzámegyek Vét Vachhoz. Lázony, ővé az oázis. Az oázis. Oázis, tényleg azt mondtam. Next. Egy. Kettő, három. Lehet unalmas lesz a végére. Oké, okay, Katniss, éhezők viadala. Leon Kennedy, Resident Evil. Könyvek is vannak belőle. És Hermione a Harry Potterből. Az éhezők viadalát sose szerettem, Katniss sem, úgyhogy bocs, Katniss, megöllek. Hermione és Leon. Na jó, Hermione-t megcsókolom, mert Leon S. Kennedy az, ő egy férj alapanyag. Bizony. Úgyhogy hozzámegyek. Kérdés nélkül. Megérkezett Hablaty is. Az Így neveld a sárkányodatból.
Riviai Gerald a Vaják sorozatból, és Tomás az Útvesztőből. Hú! Ajaj, hát most leszek bajban. Na ez már egy nehezebb kör. Na jó, azt hiszem Tomást fogom, az a baj, hogy mindegyik karaktert szeretem, szóval így elég nehéz kiválasztani, hogy melyiket öljem meg. De akkor már inkább Tomást, mert... igen. Mert a másik kettőt annyira nem nyírnám ki. Szóval Tomás, téged sajnos meg kell ölnöm. És akkor marad Gerald és Hablagy. Megcsókolom Riviai Geraldot. Hát ő egy jó karakter, de nem biztos, hogy hozzám mennék. Hablagy pedig jó férj lenne. Jó férj lesz, úgyhogy őt megtartom a férjemnek. Egy, kettő, három. Nyom. Következő. Damon Black a Luxen sorozatból. Ben Parrish az ötödik hullámból. És Gollum a Gyűrűk urából. Vajon kitöljek meg? Ez nehéz kérdés, Gollum. Mert köszöntük részvételed. Hát Ben Parrish nekem így azonnali szimpatikus férfi ember volt az ötödik hullámban, úgyhogy őt én úgy érzem, hogy nagyon jó férj lesz, úgyhogy hozzámegyek. És akkor marad Damon Black a csókra, mert hát régen olvastam a Luxen, de Damon Black egy jó pasi, úgyhogy azt a csókot behajtom. Négy. Nem, mi? Három. Nem tudok számolni. Gilbert Blythe a... nem tudom a magyar címét, az Anne of Green Gables című könyvből. Gilbert Blythe, aha, neki megvan már a sorsa. Aztán Jace a Végzet erekéből, úgy érzem ez egy könnyű kör lesz, mert hát tök mindegy ki lesz a harmadik. Hát igen, és Luna a Harry Potterből. Na, ismételten elnézést kérek minden Végzet erekéje fantól, de Jace-t sem bírtam soha. A Végzet erekéjének a két főszereplőjét ki nem állhattam. Az egész sorozat alatt, bocsánat, de ez van. Én ezzel meg tudok birkózni, úgyhogy Jace, szia! És hát, akkor Lunát megcsókolom, mert Gilbert Blythe a tökéletes férj alapanyag, és igen, hozzámegyek Gilbert Blythehoz. Ha valaki véletlen látta volna az Enviton E című Netflixes sorozatot, az nagyon jól tudja, vagy ha olvasta a könyvet, de Gilbert Blythe. Hát, mindenki hozzámenne Gilbert Blythehoz, ez egyértelmű, nem tudok már beszélni, bocsánat. Hú, kettő, három. Izzy a Végzet erekéjéből, Luke a Percy Jacksonból, és Pam Péter a Pam Péterből. Hát, ha valaki esetleg látta azt a havi összegzős videómat, amikor a Pán Pétert olvastam, ami nem tudom, hogy melyik hónap volt, az tudja, hogy Pán Péter a Disney's rajzfilmhez képest a könyvben. Hát igen, Pán Péter az ölnivaló, úgyhogy megöljük. És marad Luke és Izzy. Hát ez a helyzet, hogy egyikhez sem mennék hozzá. Hát, igazából se Luke-ot, se Izzy-t nem kedvelem olyan különösképpen, de nem is utálom őket, mert mind a ketten közömbös karakterek voltak számomra. Úgyhogy hát ez ilyen hasraütős lesz, hogy most melyik. Hát akkor már marad Luke a csókra, mert nem tudom. Vele szemben én bizalmatlan lennék, és akkor hozzámegyek Izzyhez, ami nem tudom, hogy jó döntése, de Luke-tól talán egy fokkal jobb. De ha jól láttam, Mr. Darcy az egyik, úgyhogy az már nyertes kör. Na, akkor itt van Will, az Úr sötét anyagai sorozatból, azt is régen olvastam. Mr. Darcy a Büszkeség és balítéletből. És Néta van a Fuss is Lyingból. Júj, ez egy jó, illetve lehull a lepel magyarul. Hát
Mr. Darcy az egyértelműen hozzámennék, tehát ez nem kérdés. És hát sajnos szegény kis Will-t meg kell, hogy öljem, mert Nate azért azt a csókot, azt bevállalom Nate-tel. Szegény Will, és kicsit sajnálom őt, de sajnos jobb pasikkal került egy körbe, úgyhogy... Na, egy név, két név, három név. Park, az Eleanor és Parkból. Itt maradt? Jó. Blaskovics Ernő a kincsemből. Ez pedig... A Grinch, magyarul mi a címe? Szóval a Grinch a Grinchből. Ezt szerintem így mindenki érti. Pontos cím nélkül is. Hát jó, a házasság az... Háromból kettő olyan karakter, akivel itt semmit nem akarok csinálni, szóval... Parkhoz hozzámegyek, mert ő viszont egy jó karakter volt az Eleanor Parkban. Azt a könyvet érdemes ám elolvasni, az egy nagyon jó könyv. Na jó, Blaskovics Ernő, téged foglak megölni. Mert a könyvben én kifejezetten utáltalak téged. Nem, semmi másod nem vagyok hajlandó veled csak megölni. És akkor ezek szerint megcsókolom a Grinchet, vagy a Görcsöt, éppen melyik fordítást nézzük. Bár, hogyha úgy nézzük, hogy egy fejlődő jellem, szóval nem is olyan rossz. De azért nem mennék hozzá, hogyha Parkot lehet helyette választani. Ja, következő kör. Legolász a gyűrűk urából. Igen. Hector utazása a boldogság nyomából. És Caspian herceg a Narniából. Na hát Hector egy... Hát ő volt a könyvnek a főszereplője, narrátora, meg mindene. De hát Hector nem éppen egy szimpatikus karakter. Tehát őt így az egész könyvön keresztül így utáltam, úgyhogy Hector tűzre veled. Vagy ja, nem, ez most nem az a játék. Szóval Hector halálba veled. Caspian herceget megcsokolom. Bár különösebben sose bírtam, de hozzá tudtam szokni. És hát Legolas, mint életem első szerelme, egyértelmű, hogy hozzámegyek. Tehát, hogy itt nincs választási lehetőség. Tehát amióta én a gyűrűk urát szeretem, azóta szeretem Legolaszt is, úgyhogy... Hát igen. Egy álom válna valóra, de... ez csak egy játék. Oké, következő kör. Apollo a... Trials of Apollo-ból. Bár ez igazából lenne egy kérdésem. Hogy a Apollo mint Isten, vagy Apollo mint halandó, mert azért nem mindegy. Angolul lett felírva, de Goethe Salamander, ugye? Newt. Newt Scamander a legendás állatok és megfigyelésükből. Illetőleg Playpuffa az így neveld a sárkányodatból. Na jó, Playpuffával ugyanaz az álláspont, mint Bélhangossal, hogy a könyvben nagyon sokszor, nagyon sokáig elég unszimpatikus, úgyhogy Playpuffát megölöm. Apollo. Igazából tök mindegy, hogy nézzük, Apollo is Isten, szóval olyan természete van, mint egy Istennek, tehát ő is megcsalna, szóval maradjunk a csóknál Apollóval. Mert hát ki ne menne hozzá Goethe Salamanderhez? Ki ne lépné ezt meg? Következő. Lyra az úr sötét anyagaiból. Piper, vagy mondjuk én mindig Pipernek mondtam, de amúgy elmetlek Piper, az Olympus hőseiből. És Fred a Harry Potterből. Hát sajnos azt kell mondanom, hogy Piper... A legelején nem nagyon bírtam, aztán a végére így semleges kapcsolatot sikerült kialakítanom vele, úgyhogy... Azt kell mondanom, hogy Piper McLean, sajnos te meghalsz. És akkor marad Fred és Lyra. Na jó, az
Szerintem az az, hogy hozzámegyek Fredhez. Mert a Weasley-kre ők jó fejek, őket bírom. És megcsókolom Lyrát. Hazel a... Nem a csillagaimban, hanem mi az Olimposz hőseiből. Pippin a gyűrűk urából. Csak visszaszedem Hazelt. És Anubis a Kane krónikákból. Pippin szeretem, mint karakter. De sajnos most a másik két karakter tekintetében meg kell válnom tőle. Úgyhogy sajnos Pippin meg kell ölnöm. Bocsánat, ez most fájt egy kicsit. De ezt a lépést meg kellett tennem. Hazelt az Olimposz hőseiből megcsókolom, mert Anubis, tudom, hogy ő isten, de ő másfajta, mint a görögök, szóval Anubishoz hozzá mennék szívesen. Őt kifejezetten szerettem a King Chronicles-ban, főleg azért, mert konkrétan ugyanolyan, mint Nico DiAngelo, és hogyha valaki tudja, mennyire szeretem a Percy Jackson könyveket, az tudja, hogy mennyire szeretem Nico DiAngelo-t, szóval bárki, aki kicsit is hasonlít Nico DiAngelo karakteréhez, az nekem tökéletes férj alapanyag. És Anubis meg Nico nagyon-nagyon sokban hasonlítanak. Hogyha valaki esetleg olvasta volna mindkét sorozatot, akkor azt tudja. Akkor itt van egyszer Jason az Olimposz hőseiből. Itt van Alec a végzet erekjéiből. És Nico DiAngelo a Percy Jacksonból. Ez az. Na jó. Azt tudni kell, hogy a végzet erekjéiből így konkrétan két darab karaktert szerettem az egész sorozat folyamán, és két karakternek a kapcsolatát is szerettem egyedül az egész sorozatban, ez pedig Alec és Magnus volt, szóval... Ja, hát meg Alec is azért valljuk be hasonlít Nicóra. Hát itt van Nico DiAngelo, szerintem az előzőek alapján sejteni lehet, hogy Nico DiAngelohoz hozzámegyek. Mert most eltekintünk attól, hogy mi van a könyvekben és kikkel jönnek össze. Ja, igen, ezt az elején nem mondtam, szóval azt sem nézem, hogy kikinek a párja a jelen pillanatban, tehát hogy azt is így elfelejtjük ez a játékhoz. Szóval Nico DiAngelo az új férjem. Alec Lightwoodot megcsókolom, mert igazából szívesen hozzá mennék Alechez is. És Jasont, akit szintén nem szerettem, úgy túlzottan sohasem megölöm. Ez a probléma, hogy nálam Piper, Jason párosa az elveszett hősben így a Percy Anubis páros helyettesítésének tűnt nagyon, és így nem tudtam hozzájuk úgy viszonyulni, ahogy kellett volna, és ez így bennem maradt, szóval igazából ilyen semleges karakterekké küzdötték fel magukat nálam, de soha nem fogom őket különösebben szeretni. Még úgy sem, hogy tudom, mi történik velük a későbbi kötetek során, de nem spoilerezek, mert az a könyv még nem jelent meg magyarul. Utolsó előtti körünk, Octavian szintén az Olimposz hőseiből. Bella az alkonyatból. Ja, egyébként itt hozzátenném, az alkonyatot nem olvastam, de a filmeket láttam, és úgy éreztem, hogy nála annyi elég. És James Potter a Harry Potterből. Hát az a helyzet, hogy két karaktert is nagyon szívesen megölnék jelen pillanatban. Na jó, James Potter, te leszel a férjem. Ezt gyors eldöntöm. És akkor maradt Octavian és Bella. Nincs olyan lehetőség, hogy mindenkit kinyírok. Na jó, hát Octavian, az a baj, hogy Octavian, őt tényleg utálom is, tehát hogy ő így közutálatnak örvendő személy szerintem így a sorozatban. Bár én esküszöm, azt hittem, hogy meg fog váltódni, vagy valami, de nem baj, Octavian meghalhat, és akkor azt hiszem, meg kell csókolnom Bellát az alkonyatból. Ennek nem éppen örülök, de túl fogom élni, azt hiszem. Itt kevergettem a kalapot, de három karakter maradt. Jop. R az eleventestekből. Alvin az így neveld a sárkányodatból.
és Sirius a Harry Potterből. Na, ez most azt fogom erre mondani, hogy ez egy könnyű kör, mert Alvin, mint a így neveld a sárkányodat fölgonosza, ő meghalhat egészen nyugodtan. Ert megcsókolom, és akkor azzal igazából kiváltam a zombilétből. Most lehet spoiler volt. És Sirius Black pedig a férjem lesz. Hogyha esetleg lett volna olyan kör, aminél ti is kiosztanátok, hogy kit szeretnétek megcsókolni, kihez szeretnétek hozzámenni, és kit szeretnétek megölni, akkor kommentben nyugodtan írjátok meg, hogy melyik szereplővel mit tennétek. És... hát igazából, hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor máskor is lehet ilyet csinálni, csak más karakterekkel, mert az ugyanalmas, hogyha mindig ugyanazokkal csinálom ugyanazt. Úgyhogy, ja. Hát majd meglátom, hogy megy a statisztika. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, visszajövök a következő alkalommal, és mielőtt elfelejtem, köszönöm szépen, aki írt karaktereket. Annak is, aki olyat írt, akit én nem ismerek, mert... hát köszönöm, hogy írtatok, mert rengeteget írtatok. És köszike. Sokat segítettetek ezzel, hogy nem nekem kellett összeválogatni. És akkor legalább olyan karakterekről volt szó, akiket ti is ismertek és szívesen láttok. Na jó, befejeztem. Sziasztok!